Noha egyelőre még hétágra süt a nap, de azért lassan elkezdődik a fűtési idény. Néhány fontos közérdekű információ azoknak, akik távfűtéses lakásban élnek. A törvény szeptember 15-ét jelöli meg a készenléti idő kezdeti napjának. Ilyenkorra szükséges lenne az, hogy az épületek saját fűtési rendszere is elkészüljenek a karbantartásra, átalakítási munkákkal, hiszen hogyha úgy alakul az idő, akkor ettől a naptól kezdve a távfőnek be kell fűtenie. És ez csak akkor lehetséges, hogyha a rendszerek teljesen feltöltött, kiléptelenített állapotba kerülnek erre az időpontra. Ennek ellenére mindig előfordul, hogy lesz olyan tömb, ahol még az október 15-ig a tényleges hivatalos fűtési szezon kezdetéig lesz még korszerűsítési munka. Gondolok én erre a meghirdetett tömbszerű fűtés-korszerűsítési feladatokra, ilyen tömbről tudunk, lesz még. A fűtési rendszer nyáron, hogyha nem igénylik, nyáron is vízzel telt, hiszen az állag megőrzése érdekében az a jó a fűtési rendszernek, ha nem üres, hanem vízzel van teli. Akik radiátorra szerelt mérőórával rendelkeznek, azoknak is van ilyenkor teendőjük. Ahol termosztatikus radiátorszelepeket szereltek fel a korszerűsítés során, ezeket kértük már a fűtés szezon leállásakor is, hogy teljesen nyitott helyzetbe hagyják, hiszen a nyári melegbe ezek a szelepek abszolút zárási helyzetbe kényszerítenék a záró szeleptesteket, és az a 3 hónap alatt elég ahhoz, hogy letapadjon a szelep. Ez az egyik baj, amit tud ez okozni, ha nincs nyitva a szelep. A másik pedig az, hogy ilyenkor, amikor töltjük föl a rendszereket, a bezárt szelepeknél nem tud a levegő távozni a radiátorokból. Ezért kérjük azt, hogy akinek ilyen szelepe van, az most nyissa ki, és lehetőleg a fűtési szezon megkezdését követően még egy hetet legalább teljes nyitott állapotba tartsa, hogy a levegő ténylegesen ki tudjon menni.